Bár a koronavírus járvány indulásakor minden piacot bezártak, a húsvét közelettével és a kerti munkák idényének beköszöntével akkor igény jelentkezett a vásárhelyek megnyitására, hogy több város polgármestere is úgy döntött, megoldják a vásárlói igények kielégítését. Szabályokat is hoztunk, hogy hogyan lehet a piacon majd vásárolni. Egyrészt az árusokra vonatkozó szabályok, hogy a termékeket hogyan adhatják át a vevőknek, szájmaszk védők, ezt jó a kötelező. A vásárlóknak pedig, kér, vásárlóktól pedig kérjük, hogy tartsuk be az általános most általános szabályokat, két méteres távolság egymástól, egy stannál lehetőség szerint egy-két vevő kezdje meg a vásárlást annak érdekében, hogy azért ebben a helyzetben is az általános egészségügyi feltételeket, szabályokat közösen tartsuk be. Bonyhád a bezárt zárva marad, a város területén jelölnek ki elárosító helyeket. Kijelöltem a közterületi rendeltünket módosítva plusz olyan helyeket, mert eddig is tartalmazott árusító helyeket a rendelet, de plusz olyan helyeket a városban, amelyek mind térben, tehát földrajzilag egy egymástól, és akkor nem egy helyen koncentráltan, hanem a város különböző pontjain lehet majd találkozni az árusokkal. Tolnán nincs nagy hagyománya a piacozásnak, de a palánták és a húsvéti húsáruk kelendőek. Az eladók és a lakosság közös igénye után döntött Apelszon felágnes polgármester a piac megnyitása mellett. Közeledik a husvét, közeledik a, a, a palántázás ideje, és egyre több helyről hallottam, akár eladókról, akár leendő vásárlóktól, hogy bizony szükség volna arra, hogy, a, hogy ezeket a dolgokat be tudják szerezni egy, egy helyen. Úgyhogy kizárólag a termelői piac megnyitását engedélyeztem és az pénteken és szerdán a kora reggeli, kora délelőtti órákban van erre lehetőség. A városok polgármesterei felhívták az eladók és a vásárlók figyelmét is a fennálló szabályok betartására, megelőzve a vírus terjedését. Ennek megfelelően az elárosító helyek olyan távolságra vannak egymástól, mely biztosítja a biztonságos vásárlást. Az önkormányzatok meghatározták a forgalomba helyezhető termékek körét is.